A szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A tegnapi napon benyújtott törvényjavaslat valójában nem egy meglepő lépés, azt gondolom a mostani helyzetben. Azt már jól ismerjük, hogy a kormány előszeretettel alkalmazza ezt a lehetőséget, amit képviselőtársnőm is említett az előbb. És azt gondolom, hogy ugyanakkor mégis hozzá kell tennem, hogy ez nem egy előre megtervezett lépés volt, hiszen az európai parlamenti választási szünet előtt az utolsó ülés héten így benyújtani, az semmi nem indokolja, vagy legalábbis nem indokolja sem az exposé, sem az indoklás. Így aztán ott tudom folytatni, ahol képviselőtársam abba hagyta. Két héttel ezelőtt kezdődött meg hivatalosan az a folyamat, ami odáig jutott, hogy ez a javaslat benyújtásra került, ugyanis két héttel ezelőtt vonta vissza a Magyar Nemzeti Bank a növekedési és hitelbank működési engedélyét. Ez több szempontból is egy fontos lépés, de legelőször azt gondolom, hogy arról szükséges beszélnünk, hogy hogyan jutott el idáig ez a pénzintézet. 2015. februárjában zárult le egy korszak, ami a 2000-es évektől nagymértékben meghatározta a pénzügyi spekulációs piacot. A Budakest brokerházban történtek megmutatták, hogy milyen módon lehet éveken keresztül a pénzügyi felügyeletet átverni. Más küldünk el jelentésként, mint valójában az ügyfél számláján szerepel. Tehát kettős számlavezetést alkalmazunk, és ez nagyon fontos megjegyeznünk, mert ez sok éven keresztül zajló folyamat volt, és sok év alatt jutottunk el odáig, hogy végül ennek következtében, és ennek eredményeképpen ez kiderült, és a Budakest, valamint a Questor csődbe ment, tönkretéve ügyfelek százait, ezreit. Fontos erről beszélnünk, tisztelt képviselőtársaim, ugyanis a Budakest csődje lavinát indított el a befektetési piacon, melynek hatásai a mai napig érezhetőek. Azért mondom, hogy ez mind a mai napig érezhető, mivel az embereknek ez a minimális bizalma is elment mindenféle pénzügyi szolgáltatástól. Elvesztették a bizalmukat, már azt a keveset is, ami eddig volt. Ez csak azért probléma, mert a pénzügyi tudatosság növelése az a Magyar Nemzeti Bank egyik fő feladata, és a saját bevallása szerint is a fő feladatának tekinti az ilyen típusú tevékenységét. Ezzel szemben jól láthatóan semmilyen eredményt nem tud felmutatni, teszem hozzá a Magyar Nemzeti Bank ebben a kérdésben, de hát ezen azért nem kell csodálkozni, azt gondolom, ebben semmi meglepő nincs. Azzal tisztában vagyunk, hogy az önök számára a legfontosabb az, hogy az állampapír értékesítés csúcsra járassák, de abban én nem vagyok biztos, hogy ezek a lépések, amik most itt a ház előtt vannak, megfelelő lépések ennek elősegítése érdekében. Mozgalmas időszakon vagyunk túl, hiszen azt gondolom, hogy ez az időszak a sok mindenre rámutat. Mozgalmas időszak azért is, hiszen nem túl régen a devizahiteles szerződések forintosításai is megtörténtek, mely után nem sokkal a svájci jegybank elengedte azt az árfolyam küszöböt, ami biztosította a franknak az erejét. És ezt azért kell megemlíteni, mert valószínűsíthető, hogy ez az esemény volt az, ami padlóra küldte a Budakest brokerházat, és ezzel magával rántotta a Questor pénzügyi tanácsadó ZRT-t is, ezzel rengeteg ember megtakarítása veszett el. De valóban, hogy is derülhetett ki a sok éven keresztül, kb. 15 éven áttartó csalássorozat? A Magyar Nemzeti Bank mindig büszkén hirdeti, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnök mindig büszkén elmondja, hogy mindig beszámol arról, hogy az MNB-be beolvadt PSAF milyen sikereket ér el, és véget tudott vetni a régóta tartó csalássorozatnak. Valójában az történt, hogy a Budakest jelentette a MNB-nek, hogy hatalmas baj van, és csak ezután derülhetett fény arra, hogy valójában mi is zajlott a brokerházban. Miért is volt ez baj? Az előbb említettem, hogy ez egy mozgalmas időszak volt, és ezt a svájci jegybanki döntés okozta azt a problémát, melyben elengedték ugye a euró-svájci frank árfolyam küszöböt, és ezzel hatalmas károkat okozott az említett cégeknek. És azt gondolom, hogy arról is kell beszélnünk, hogy ebben a botrányban a minisztérium az
érdekes módon egy nappal hamarabb tudta, hogy onnan ki kell menekíteni a pénzét. És az, attól tartunk, hogy ez a törvényjavaslat azt a célt szolgálja, nem többet és nem kevesebbet, mint hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is kézben tudja tartani a tőkepiaci folyamatokat, és sajnos azt hozzá kell tenni a Magyar Nemzeti Banknak az eddigi tevékenysége miatt, hogy ez nem az ügyfelek védelme érdekében, hanem jól láthatóan azoknak az érdekcsoportoknak, kormányzati közeli gazdasági érdekköröknek a védelmében történik majd, mint amit megszokhattunk. Azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat sem benyújtásának módja miatt, sem annak tartalma miatt, sem annak a várható hatásai miatt nem támogatható. Az LMP nem fogja támogatni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!